Üdvözlök mindenkit, én Vilmos vagyok, és ez pedig egy Clash of Clans epizód lenne. No, egy kicsit talán hangos, de meglátjuk, talán így egy picit elviselhetőbb. No, lássuk is bele, amit mondtam, hogy hát mondom, valószínűleg vissza is fogunk térni így későbbiekben, hát bízom benne, hogy fog valakit érdekelni ez az egész. No! Le is jártak itt a munkások. Na, aztán van 700 izénk. Utána vettem észre, hogy ez így ez itt maradt. Keletkezett még egy, de aztán lehet, ennek ez is már itt volt, csak nem tűnt föl. No, mit is tudnánk tenni? Nézzük meg. Ami azt gondolom, hogy hasznossá is tudna válni. Az egészbe. De mindenek előtt szerintem 4 óra türelmi idő, de keressünk egy jó csatát, úgyhogy irány egy jó csata. No, hát ezt keveset tudunk ezzel lootolni, úgyhogy hanyagoljuk. Itt egész jó az arany, de hát más belég gyér. Viszont hát hol van? 1, 2, 3. Hát akár még jó is lehet. Na legyen ez! Egy érdekes kis csata, meglátjuk, mi lesz a vége. Elég hangos a játék, nem tudom mennyire hallatszik. Hát nem is tudom hova kell tenni, talán ide. Hát ide kellett volna lentre. Na mindegy. Ilyet még nem csináltam, hogy ilyen 10 dragonnal mentem neki valakinek. Hát ezt is ki kell próbálni, ha meglátjuk, hogy sikerül. Ez szerintem sikerülni fog. De majd meglátjuk. Szerintem ez 100%-ra fog menni. Mi elég ügyesek voltunk, ha azt vettük. Úgyhogy büszke vagyok magamra. Ez egész jó lett. Na, 100%. Büszke vagyok magamra, ez egy nagyon szép teljesítmény. No. Majd később mindenképpen fogjuk értékelni. No. Dragonok meg ezek a nem tudom mik malacos harcosok. Viszont akkor egybe be is állítunk valamit. Hát ezért ez a... Végül is... Ugyanezt legyártuk még egyszer. Lehet, hogy a következő csatában is jó lesz. No. Researchhöz, hát kéne még alapanyag. Nem is tudom, talán... Ja, a gyereket is tudjuk fejleszteni. Ó. Ja, ezeket nem is tudtam. Akkor...
Hát akkor ezt 450-nél kezdjük el fejleszteni. Ez egy kétnapos fejlesztés itt a laboratóriumban. No. Akkor... Még egy csatát bevállalunk. Közben fogyasztok egy kis folyadékot. No. Nem, ami jó nagyot kellene bevállalni. Van két boosterünk, meg egy ilyen életerő visszatöltő. Hát itt a fekete Dark Elixir az egész jó, de a többi az annyira nem tetszik. No, kicsit pörgessük be, hátha. Hát ez annyira 29, kupát tudunk nyerni, de annyira nem izgat minket, mert nem több a befektetés, mint a haszon. Még valami jobbat szeretnék találni, ami szívesebben meg lehet támadni, és sokkal jobb a ráfordítás, és van rajta egy kis haszon is. Jelenleg nem olyanokat dob be, ahol kellőképpen haszonnal tudnánk kijönni a csatából. Úgyhogy egész addig kell keresni ellenfelt, amíg nem találunk egy megfelelőt. Na most ez egy egész jó loot-tal rendelkező, viszont az érdemes körbe nézni. Ez elég erős, de hát úgy vagyok vele, hogy hát egyszer élünk, tehát addig szépen a dragonok szedik ki a dolgokat. Hát szerintem nagyjából ki fogják szedni, remélem. Úgy látom, hogy szerintem ez is egy egész jó kis csata lett, úgyhogy elégedett vagyok. No. Egész jót lootoltunk, úgyhogy elégedett vagyok. Hát a Dark Elixir az körülbelül fedezi a kiadásokat, körülbelül ennyibe kerül ezek a malcos harcosoknak a fejlesztése. Itt ilyen barbárok, kicsit közelebbre megmutatom. De lényeg annyi, hogy szerintem ez egész... Na, nem sikerül messzebb mennem. Na mindegy, se baj. De hát ez szerintem egy fantasztikus csata volt, hogy egész jót lootoltunk, úgyhogy azt gondolom, büszke lehetünk magunkra. De nincs okunk panaszkodni, mert egész jót lootoltunk ez a közel félmilliós idejeval, és ismét kaptunk a raktárunkba. 23 óra múlva van ismét ilyen star bónuszunk, úgyhogy hát meg akkor szeretnénk kihasználni. Most meg is nézzük, akkor itt a treasure-ben van 360. Nem is tudom, mit kéne csinálni. Valószínűleg ez még a ide az jó lenne. Na, ezért ezt mire költem el? Azt erre nem. Erre sem. Ja, ezt meg kell. Én ugye 840, aztán pont ennyit lootoltunk, úgyhogy ezt újra is legyártjuk. Már is csak 540 ezerünk van. De mire is lehetne talán felhasználni, ami hasznos is lenne.
számunkra. Hát ez az, hogy... Hogy ezek kéneek, Barak 2. Ja. Ezt nem is tudtam. Ja. No. Hayden Tesla. Azt mondja, tudjuk fejleszteni. Na, hogy olyat kéne, ami hasznos. Mindenki számára. Megint bevállalhatunk egy ilyen Tesla fejlesztést is. Ez egész jól aprít. Ha már csak 99 maradt. Amiből... Hát... Sok mindenre nem elég. Mit fejlesztünk? Hát... Elmegyek erre a két izére. Ennyi maradt. Jó, sát, megnézzük, hogy itt mi történt. Kaptunk ilyen kis pontokat. Aztán áthajózunk a másik telephelyre. Hát itt pont nem tudom még mindig ugyanúgy semmit csinálni. Amit szeretnék, az ez. Az Elixir Storage-nak a fejlesztése, illetve az Army Camp. Amit szeretnék létrehozni. Még egyet. Viszont, akár itt csinálhatunk még egy csatát, meglátjuk, hogy sikerül. Úgyhogy kíváncsian várom ezt is. No! Akkor keres itt egy csatát nekünk. Úgyhogy... Na. Jaj! Találhatna most már valami csatát. Hát úgy látom, nincs nagyon csata. Na, de. Talált mégiscsak. Nem is tudom, mivel kéne menni. Hát nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, tehát ez van. De ha szerencsénk van, akkor... Hát sajnos nem. Mindig próbálunk egy másik meccset találni, hát ha sikerül egy kis nyersanyagot szednünk valakitől, majd meglátjuk, úgyhogy kíváncsian várom. Na. Talán. Hát, nagyon ki fogják nyírni. Viszont legalább egy csillagot szerettünk. Nézzük a támadást. Hát, valószínűleg sokkal jobban. Már biztos, hogy jobb szituációban van, mint én.
Ilyen jó messzire el tudnak lőni. Ez a nyilas. Hát... 45. Return home. Na visszamentünk, és Victory van! Szuper, szuper! Mert ez akkor úgy látszik, hogy el fogom tudni kezdeni ezt a campet. De jó, ennek örülök. Akkor ezen is túl vagyunk, úgyhogy akkor... Akkor ez egy szuper dolog. No! Én örülök neki, hogy... Hogy ez így alakult, úgyhogy... Úgyhogy... Akkor ezzel szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. És remélem tetszett, amit láttatok. Legközelebb jelentkezünk hasonlóan Clash of Clans-tel. Ha esetleg klánba vagytok és meghívnátok, nagyon szívesen csatlakozok, azt mondom, aktív vagyok, nagyon szívesen donételek meg minden ilyen embereket. Csapatjátékosnak mondom magamat. De hát aztán meglátjuk, meglátjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, én Vilmos voltam. Sziasztok!